A Magyar Kultúra Napja alkalmából az Emberi Erőforrások Minisztere miniszteri elismerő oklevélt adományozott Pengő Ferencné tanítónő, Karcagi Nagykun Református Általános Iskola pedagógusa részére. A tanítónő pedagógiai hitvallása meghatározta hosszú időn át tartó nevelő-oktató munkáját. Nincs szebb hivatás, mint új keretbe az első magot vetni, vallotta tanítása során. A nevelés titka pedig minden egyes emberben a teljes világot látni. Igazi nevelő, aki tudta, ha egyetlen gyermek ruháját megigazítja, azzal már a teljes emberi közösséget építi. Hivatása példa az értékekre nevelésben, a minőségi munkában, a tiszta és őszinte beszédben. De példa a szeretetben, a lélekben és a hitben. Nem csak a kicsi gyermekeknek, hanem a tantestületnek is tanítómestere volt. Nézőket izgatunk el, magától tudunk el. Jó? Pengő Ferencnével beszélgetek, aki az Emberi Erőforrások Minisztere elismerő oklevelét vehet át. Szeretnék ehhez szívből gratulálni. Köszönöm szépen, családom nevében is. Azt gondolom, hogy furcsa volt azt hallani, hogy nyugdíjas, hiszen ezer éve ismerjük egymást, és én mindig ilyen óvónéni, tanítónéni, tehát úgy furcsának találom, hogy már nyugdíjba megy. Ön hogyan éli ezt meg? Hát én készültem rá, vártam, a családom várta, jól érzem magam a bőrömben. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép 40 évet tudok magam mögött, és a kezdeném újra ugyanezt. Az óvonői pálya, a tanítói pálya, a sok-sok plusz mellékállások, ezek mind hozták a maga gyümölcsét, amit kamatoztatni tudtam. És hát a Magyar Kultúra Napján beszélgettünk a magyar kultúráról. Tanítónőként azt gondolom, hogy nagyon nagy volt a felelőssége, hogy az alapokat megadja a kis tanítványainak, de ez sikerült is, hiszen vannak köztük, akik követték a pedagógus pályán is az elmúlt évtizedek alatt. Igen, az óvonói pálya ideje alatt, a 13 év alatt is tulajdonképpen kultúrát közvetítettünk, amikor egy mondókát tanítottunk, annak az életkornak megfelelő verset vagy színdarabot tanítottunk a gyerekekkel. Aztán később az iskolában ugye minőségi változás, a beszédkultúra, az ének, tehát ez mind a kultúra körében. És akkor azt jó látni, hogy már tanítottam a tanítványaim gyerekeit, hát és ez a legszebb a világon. És hát, hogyha most visszagondolunk arra, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt mi kötött el a gyerekeket, milyen játékokat játszottak, meg most azért az unokáján látja, hogy mennyit változott a világ, a mostani körülmények között is újra kezdeni? Újra ugyanezt tudnám. Hát más körülmények között dolgoztunk, de kreatívak voltak akkor is az óvónők, a pedagógusok, ugyanúgy most is rengeteg olyan oktató szemléltető eszközt készítettünk, amely a gyereket is bevontuk. Így fejlődött a kézügyességük, tehát környezeti nevelés folyt mindenhol óvodába is, tehát végül okosan kell ezt csinálni. Ha kedvenc írót, kedvenc zeneszerzőt kérdezek, kapásból, vagy olyan sok van, hogy nem szeretne egyet kiemelni? Nem szeretném, nekem ami szép, azt a fülembe mászik. Ha dallamos, akkor úgy szintén nincs külön kedvencem. Az egyik díjazottól hallottuk, hogy ő zenére főz, és komoly zenére. Mondjuk főzés közben szól ez zene? Szól ott minden. A unoka hangja, a mama hangja szólt, tehát nincs itt, amikor be kell állítani magunkat úgy, hogy minden jó legyen, és pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, és akkor nem lesz semmi gondunk. Én gratulálok ehhez az elismeréshez, és jó egészséget kívánok a nyugdíjas évekhez. Köszönöm szépen. Hát lesz terveink, egyet többet a gyerekkel, az unokával, a Mónival, a Ferivel, úgyhogy egy kicsit kerekebbé tesszük ezt a nyugdíjas éveket, meg sokat fürdőzni, mert én fürdőbe járok minden reggel, kicsit úszni. Hát akkor ehhez sok időt kívánok. Meg biciklizni, kerékpározni, tehát olyan okosan élni. Mi is köszönjük.